A Baújszántón nagy hagyománya van a labdarúgásnak. Ahhoz, hogy megfelelő legyen, az utánpótlás focizni vágyó fiatalokra van szükség. 15. alkalommal szervezik meg a Baújszántón a Verépkövesfalvi kapustábort, ahol a fiatalok olyan technikai tudásra tehetnek szert, amelyet a későbbi pályafutásuk során is alkalmazhatnak. A gyerekek olyan fantasztikus sportolóktól kaptak technikai és taktikai felkészítést, mint Verép György, a DVTK kapusedzője, és Kövesfalvi István, a Magyar Labdarúgó Szövetség U16-U17-es korosztályának kapusedzője. Az edzések kiváló hangulatban teltek, amelyet a fiatalok mindvégig élveztek. A legrégebbi kapustábor Magyarországon, most a 15. alkalommal tartjuk. Tavaly a vírus miatt szűkebb létszámmal és 3 napot tartottuk, de nem szakadt meg a folyamat. És el lehet mondani, hogy az első perctől kezdve olyan kapusedzők érkeznek és foglalkoznak a gyerekkel, akik a legmagasabb végzettséggel rendelkeznek, komoly kluboknál, akár a válogatottnál dolgoznak, mint a Kövesfalvi István, aki a Gulácsiéknak a kapusedzője. Hát nem beszélve Verép Gyuri bácsi tapasztalatáról, aki több mint 800 meccsen védett a Diósgyőrbe és komoly kapusokat képzett. Bíró Szabolcs, az MLS-nek a kapusképzésért felelős koordinátora, mai nap megérkezett a Milinte Árpád, és az I. és Dániel, ők a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás kapus edzői, és Nyíregyházáról évek óta visszajárnak a Spartakusztól a Sánta Tibor és a Pintér László. Még jöttek volna többen, csak most más időpontban rendeztük, mint az eddigi 14-et, és sok helyen elindult a felkészülés MB2-es csapat utánpótlás korosztályainál. A kapus az egy speciális őrült beosztás, úgy mondani, és más képzést igényelnek természetesen. A mezőnyjátékosok nem kell vetődni, meg a felső sarokból kézzel küldni a labdát, mert akkor büntetőt kap a csapata. Mozgás dinamikát, minden teljesen másképp edzenek az edzők, mint egy mezőnyjátékosnál. Szondi Levente, a Nyíregyháza Spartakusz FC utánpótlás korosztály egyik kapusa már 3. alkalommal vesz részt az Abaújszántói táborban, ahol olyan taktikai felkészítést kap, amelyre a hétköznapokban nincs lehetősége. Hát igazából én még azért lettem kapus, mert elég lusta gyerek voltam, és beállítottak még nagyon kiskoromban, vagy 8 éve, és hát megtetszett, és ott ragadtam, és azért szeretek igazából védeni, mert megmenthetem a csapatot a góltól. Próbálok mindig a legtöbbet teljesíteni, de hát sajnos nem mindig jön össze. Ez a 3. évem. Tavaly hát elég furcsa volt, 3 napot töltöttünk csak itt. Ugye a vírus miatt nehéz volt, de megoldottuk. Sok olyan edzővel találkozunk, akikkel amúgy sose edzenénk. Én szerencsére mindhárom válogatott kapus edzővel találkoztam már, és olyanokat, pluszokat tudnak mondani nekünk, amiket otthon Nyíregyházán vagy bárhol nem mindig kapunk meg. Szerencsére kaptam pár meghívót már. Ott lettem Fehér Oroszországban Minskben a tornán, U15-ös tornán 2019. novemberén. Megnyertük, jól sikerült, hála Istennek. A legfiatalabb kapus Palánta, Varga Olivér nagyon jól érzi magát az 5 napos táborban, hiszen nagyon szeret focizni és csapatban sportolni. Én tegnap óta érkeztem, és akkor a foci így nagyon jó, mert rászerezem új barátokat, meg a foci edzés nagyon mondott tetszik, meg jó feladatok vannak. Most miket kellett nektek ott csinálni azon a kis pályán? Hát így passzolgatni, a labdavezetés, a bólyák között át kellett gurítani a labdát, kapura kellett lőni, meg nem sokára következik a meccs. És miért jó kapusnak lenni? Hát mert annak ilyen kevesebb dolga van, de neki kell igazából a legjobban figyelni. A sportolóknak ezen az 5 napon a délelőtje és a délutánja is a felkészülésről és az edzésekről szól, de a rekreációra és a szabadidő hasznos eltöltésére is odafigyelnek a szervezők.